különleges kiadványt fognak itt bemutatni hamarosan, a témája a sajátos nevelési igényű gyermekek lesz. Először arról beszélgessünk talán, hogy az SNI pontosan mit is takar. A sajátos nevelési igényű gyermekeknek a fogalma az a 2011 évi törvény szabályozza, hogy kik tartoznak ide. Ide tartoznak az érzékszervi fogyatékosok, a mozgásszervi fogyatékosok, a pszichés motoros fejlődési zavarral rendelkező küzdő gyerekek, autista spektrum zavarral küzdő gyermekek, és a sajátos nevelési igényű gyermekeknek az ellátása az államilag kötelező feladat, amit gyógypedagógusoknak kell ellátni. Itt nagyon fontos, hogy sérülés specifikusan kell az ellátást biztosítani. Törvény határozza meg azt is, hogy milyen órakeretben kell ezt biztosítani, kik azok a pedagógusok, gyógypedagógusok, akik ennek eleget tehetnek és elláthatják. A mi dolgunk az, hogy a törvényi szabályozásoknak megfelelően, illetve a szakértői véleményben foglaltak szerint kell ellátnunk a gyermekeket. Az órakeretet is itt határozzák meg, a fejlesztési területeket, a meghatározott kóddal rendelkező gyerekeknél, hogy mik azok a területek, amikre hangsúlyt kell helyezni a fejlesztés során. Nekünk az a dolgunk, hogy ezt az ellátást megszervezzük, koordináljuk, megtervezzük és megszervezzük a foglalkozásokat a gyerekeknek, illetve levezessük és irányítsuk ezeket. Általában csoportos formában történik a fejlesztés, bár sok esetben szükség lenne az egyéni fejlesztési lehetőségre, de erre sajnos nagyon kevés esetben van lehetőségünk, mert nagyon sok a gyerekek száma, akiket el kell látnunk, és mi most kevesen vagyunk ehhez. Tehát még mindig szükség lenne arra, hogy bővüljön ez az egyben a gyógypedagógusoknak a száma. Beszéltünk arról ugye, hogy egyedi esetek is vannak, és különböző fajtái a sajátos nevelési igénynek, de mégis mik azok a jelek, amik már akár korai korban kimutathatók, amikből a szülők sejthetik, hogy speciális nevelésre lesz szükség? Hát már a kisgyerekkorban felfedezhetők olyan tünetek, amik utalhatnak arra, hogy később valamilyen magatartási, tanulási vagy viselkedési probléma állhat fenn a kisgyermeknél. Ezek általában a kisgyermekkorban a mozgás és a beszéd területén érzékelhetőek, illetve az észlelés területein, tehát hallási területeknél, illetve a látási területeknél, amik eltérő fejlődést mutathatnak, de elsősorban a mozgás területe az, ami az eltérő fejlődése meghatározó lehet a későbbi tünetek szempontjából, vagy meghatározása, vagy felfedezése annak, hogy bármiféle problémát okozhatna. Az iskolás korban ugye ott már a tanulással kapcsolatosak ezek a tünetek, és ott a pedagógusok igazából a tanulás során veszik ezeket jobbára észre. Itt lehet a tájékozódás területén már elsősöknél lesz már érzékelni, de már a nagy csoportos óvodásoknál is, illetve a tanulás során akadhatnak olyan problémák, hogy nem olyan ütemben fejlődik a gyermek, vagy betűcseréi alakul, aki nem tud haladni együtt az osztálya, és ezek intőjelek lehetnek arra, hogy valamilyen gond van a kisgyermeknek a tanulással kapcsolatos területeken. Mi elsősorban ezt a kiadványt a többségi intézményekben dolgozó integráló pedagógusoknak készítettük. A napi tapasztalatunk az itt a gyógypedagógusoknak, akik kijárunk ezekbe az integráló intézményekbe, hogy még vannak olyan területek, amikkel nem igazán vannak tisztában a többségi pedagógusok, vagy eltérő információik vannak, és szerettük volna ezeket az információkat egy kicsit kitisztítani és összegyűjteni. Elsősorban a téma az a sajátos nevelési igényű gyerekekre vonatkozik. Az elején a tájékoztatónak egy kicsit el is különítjük a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési tanulás és magatartási zavaros gyerekekre vonatkozó tünetcsoportokat, hogy hova kell fordulni, milyen fejlesztést kaphatnak ezek a gyerekek, ki az, aki őket elláthatja. Aztán utána a sajátos nevelési igényűekre helyeződik a hangsúly, elsősorban arra, hogy kik is tartoznak ide, aztán, hogy milyen tünetek, amiről az előbb is beszéltünk, hogy milyen tünetek utalhatnak arra, hogy gond van a gyerekkel, hogyan kerülhetnek a vizsgálatra a gyerekek, ennek hogyan a menete, a protokollja, és amikor már megállapították róla, hogy sajátos nevelési igényű gyermek, hogy milyen teendői vannak az intézménynek, mik azok, amiket a gyógypedagógusnak kell biztosítani, és mik azok a tényezők, amit az iskolának kell biztosítania, nem csak a tárgyi feltételeit és a szakmai feltételeit, hanem az iskola légkörét, a befogadó attitűdjét is az intézmény határozza meg, és ez úgy gondolom, hogy hosszú távon így együtt komplex, és így alakulhat olyanná, hogy az a gyerek
azt kapja azt a segítséget, amire neki leginkább szüksége van. És tartalmaz egy mellékletet is, amiben segíteni szeretnénk az intézményeknek abban, hogy különböző nyomtatványokat hogyan tudnak kitölteni, ehhez nyomtatvány mintákat mellékelünk, például egy igazgatói határozatot hogyan tudnak megfogalmazni, és akkor a saját körülményeikre módosítani, igazítani. Ez egy minta segítség van a végén. A támogató szervezetekről is összegyűjtöttünk a környéken lévő, a városban, illetve a megyében lévő támogató szervezetek, alapítványok elérhetőségeit. A kedvezményekről, mentességekről is van egy gyűjtemény benne, ami arról szól, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek milyen kedvezményeket vehetnek igénybe. Illetve készítettünk egy jogszabályi táblázatot feladatra bontva, illetve paragrafusokkal egyeztetve, hogy mit hol találnak meg, hogy egyszerűbb legyen a tájékozódás a jogszabályi háttérváltozás közben is.